Mióta itt megnyitott a bánya, borzalmas zaj van, mennek a szivattyúk, éjszaka alig lehet aludni, nappal a millió teherautó hordja a földeket. Megbüntetik őket 300 000 forintra, arról mi kapunk papírt, megbüntetik 400 000 forintra, de hogy valaki behúzná a féket, hogy na most már elég volt, nem. Nekik itt vadnak el. Eljöttünk a Borsod megyei vadnára, itt működik ugyanis egyike azoknak a frissen állami tulajdonba került bányáknak, ahonnan a nyomottárú lakossági barnakőszenet biztosítja a kormány. A hazai barnakőszén reneszánsz beköszöntét az itt élők a saját bőrükön tapasztalják meg. A külszíni bányából származó zaj és por ugyanis élhetetlenné teszik a település egy részét. A 2021-ben újra nyitott szénbánya a lakóházaktól alig pár száz méterre fekszik. A lakók panaszai nem alaptalanok. A kormányhivatal is sorra bünteti a bányát a kihágások miatt. Az átlátszó birtokába került dokumentumok szerint 5 alkalommal összesen 2,5 millió forintos bírságot szabtak ki az üzemre. A legutóbbit idén februárban kapták, azért, mert a zajforrások 5 decibellel meghaladták a megszabott határértéket. A cég tavaly tavasszal szerette volna tovább bővíteni a kapacitását, amikor a kormány eltökélte, hogy az orosz gázfüggőség kiváltása érdekében újból a szénországa leszünk. Azonban a kormányhivatal elkaszálta a terveket. Olyan hibák maradtak benne többszöri hiánypótlás után is, mintha még életükben nem írtak volna hatástanulmányt. A bánya Natura 2000-es területen található. Az uniós védelem alatt álló területen csak szigorú feltételek mellett lehet beruházást megvalósítani. Már reggel 7-kor elkezdenek dolgozni, este 6-ig dolgoznak, akkor azért van zaj, 6 óra után meg azért van zaj, mert megy a búvárszivattyú. Sőt, olyat is előírtak, hogy mérjék maguknak a zajt, és amennyiben túl lépnék a zaj szintet, akkor azt legyenek kedvesek lenaplózni és bejelenteni a katasztrófavédelemhez, mert azért büntetés jár. Hát kérdezem én bárkitől is, hogy ki az, aki saját maga ellen feljelentést tesz. Kerestük a polgármestert és az üzemeltetésért felelős Ormos Szén Zrt-t is. Bence Péter, a település polgármestere válaszlevélében elmondta, ő mindig a párbeszéd fenntartására törekedett, bár az önkormányzatnak nem sok beleszólása volt a bánya körüli ügyekbe, így például abba, hogy egyáltalán megnyíljon-e a bánya a falu határában. Az Ormos Szén Zrt. Szintén írásban válaszolt, a vezérigazgató szerint intézkedéseik elegendőek ahhoz, hogy a bányászat hatásait mérsékeljék, és jóval az előírások szerinti határértékek alatt maradjanak. Azt elismerték, hogy mindezek ellenére másfél év alatt sikerült összeszedniük több mint 2 millió forintos bírságot. Az Ormos Szén télen került a magyar állam tulajdonába. Az energiaválság miatt az állam felpörgette a barnakőszénbányászatot, aminek része volt a cég felvásárlása is. A cég korábban Leistinger Tamáshoz volt köthető, akit a kormánymédia előszeretettel nevez a baloldal legbefolyásosabb rőzsbárójának. Magyarország 16. leggazdagabb üzletembere azonban az elmúlt időszakban többször is együttműködött az Orbán kormánnyal. A cég már 2020-ban is jelentős szerepet játszott a szociális tüzelőprogramban, akkor azzal került be a hírekbe, hogy a program keretében rossz minőségű lignitet osztogatott a legszegényebbeknek. Hát igen. Ez így van. Ez van, és nagyon jó lenne, ha már tényleg pont kerülne a végére.